Miklós, 2023 van, indul az év, hosszú volt a tél. Szeretném, hogyha elmondanád, hogy ebben az évben mit várhatunk tőletek? Hát igen, indul a mandula. Nagyon nagy dolgaink vannak itt alakulóba, és hát azt gondolom, hogy egy olyan programot fogok most elmondani, ami nem mindennapos, több oknál fogva. Az egyik az, hogy egy fél évre szóló programunk most már megvan, és az lesz a címe ebbe a fél évben ennek a dolgoknak, amit csinálunk, hogy Menekültek útja, szolidaritási akció az Ipoly mentén. Ez a történelemben is páratlan lengyel-magyar barátságról fog szólni ez a fél év az mi számunkra, és megpróbáljuk azt a gyönyörűséges, szép történetét a lengyel-magyar barátság, ezer éves lengyel-magyar barátságnak egy kicsit feleleveníteni, és elmozdítani a feledés homályából, ami most sajnos már elkezdett lanyhulni ez a dolog, és ezt szeretnénk megmozdítani, és a lengyel hadseregnek a meneküléséhez kapcsolt ünnepségsorozatot próbálunk csinálni, és mindenféle egyéb dolgokat az Ipoly völgyébe. Ennek az a története, hogy 1939 és 45 között a menekülő lengyel hadsereg, akit beszorítottak a németek és az oroszok, és hát nem tudtak máshova menekülni, a tenger felé nem mehettek, így Magyarország felé menekültek, és az akkori magyar állam befogadta a menekülő lengyel hadsereget. Máig nem tisztázott, hogy mennyien jöttek itt át, és mennyien tudtak innen tovább menni. Olyan 100 000-es nagyságrendről lehet itt beszélni. És hát az derült ki a mai kutatásaink szerint, hogy az Ipoly völgyébe 20 laktanyába voltak elhelyezve a lengyel menekülő katonák. És hát ennek az emlékére csináljuk ezt a dolgot. Egy csomó program lesz, amit most gyorsan el is mondok, hogy mi az, ami ehhez kapcsolódik. Lesz 4 buszos zarándoklat az Ipoly mentén. A Felső Ipoly mentére most április 2-án, vasárnaponként lesz, április hónapban mind a 4, és úgy, hogy a húsvéti hétvége az nem lesz benne. Tehát a buszos zarándoklatnak az első lépése az most lesz, április 2-án, 7 óra 45-kor fog indulni a busz Balassagyarmat polgármesteri hivataltól, illetve a Tesco-tól, és elmegyünk a Felső Ipoly mentére, ami azt jelenti, hogy az útbelső laktanyákat meglátogatjuk, amit lehet megkoszorúzunk, és a végpontja ennek a dolognak a Füleki vár lesz, ahol szabad programunk lesz, meg lehet nézni a Füleki várat, meg lehet nézni a múzeumot, és visszafelé menetben megállhatunk Losoncon, illetőleg mindenféleképpen meg fogunk állni kedvenc helyünkön a Gácsi kastélyban, egy kávé erejéig, és úgy fogunk hazajönni. A programoknak része, a buszos programoknak, hogy útközben úgy, ahogyan a régi kirándulásainknál szoktuk csinálni, a buszba mesélni fogok mindenről a dologról, mesélni fogok a lengyelekről, mesélni fogok a történelmi dolgokról, mesélni fogok Fülekről és Gácsról, és hát reméljük, hogy szép időnk lesz hozzá, és ingyenesek lesznek a programok, és nincs kötelező étkezés, pontosan azért, hogy mindenki el tudjon jönni, ne legyen pénzügyi nehézsége ezzel kapcsolatosan senkinek. Nem akarom azt, hogy bárki is azért maradjon ki ebből a dologból, mert nem volt pénze mondjuk egy kötelező ebédre, amit régen csináltunk. Körülbelül hány főre lehet számítani, illetve hogy mennyien férnek el a buszba? Egy busz megy, vagy több? Egy busz, tehát a költségvetésünk egy busznyit enged meg, és ez díjtalan lesz. Tehát 45 fős buszokkal szoktunk ilyenkor közlekedni. Elméletileg, amikor a létszám betelik, akkor sajnos már továbbiakat nem tudunk. Nagyon fontos a jelentkezés. A barkácsboltunkban, határbarkács és bútorboltban lesz egy jelentkezési lap, ahol aláírással kell bejelentkezni, és mindenféleképpen nagyon fontos lesz, hogy akinek úgy alakul a helyzet, hogy mégis lemondja, arról tudjunk, hogy mások tudjanak helyette jönni. Még annyi, ami kapcsolódik most az elkövetkezendő időszaknak a dolgaihoz, hogy mivel az a jó hírem van elsősorban magamnak, és mindazoknak, akik a bringás múzeumi ügyekbe érintettek, vagy drukkolnak nekünk,
hogy megkaptuk a Balassagyarmati Vármegyeházának a felső baloldali emeleti szárnyát, a bíróság felüli oldalt, és innentől kezdve tulajdonképpen készítjük elő a költözést. És mivel nem vagyunk pénzügyileg eleresztve, az a tiszteleteljes kérésem van mindenki felé, aki ebbe tud segíteni, hogy segítsenek, ahogy tudnak, és ha mással nem, adománnyal. Úgyhogy nem nagy összegekről van itt szó, kis összegekkel, de most minden segítségre szükség van. Április 15-ével új helyen nyit a múzeum, már az új helyén, a Vármegyeházán. Nagyon sok munkánk van, mert nagyon rossz állapotban van az épület, és hát olyan helyzetbe kell hozni ezt az épület részt, hogy működőképes legyen. Már dolgozunk rajta, és hát azt a 201 néhány biciklit át is kell majd telepíteni, és hát olyan körülményeket kell csinálnunk, hogy ez annak a színvonalnak megfeleljen a kiállításunk, ami a bemutatónak az anyagának a színvonala, amiről kiderült, hogy tulajdonképpen nemzetközi színvonalú, és hát ezen a helyen még tudjuk fokozni ennek a színvonalát remélhetőleg. Ez már most végleges helye lesz a Vármegyeházán, a Kerékpármúzeumnak? Hát én nagyon bízom benne, hogy nagyon hosszú távú. Igaziból a várost kinőtte valójában a Bicikli Múzeum. Az az anyag, ami itt létrejött, az bőven nemzetközi színvonal. Az derült ki rólunk, hogy vannak olyan részei, amik az átlag nemzetközi színvonalnak megfelelnek bőven, és van egy része, az újkori 1920 utáni időszaknak a gyűjtemény része, az viszont magasabb színvonalú, mint az európai átlag színvonal. És olyan nevekkel kell versenyeznünk ebbe a dologba, mint az angol, a német, a Párizs, Coventry, London, tehát nagyon-nagyon komoly versenytársaink, vagy összehasonlítási pontjaink vannak, és hát ez derül ki, a szakértők ezt mondják. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan menetrend lesz itt ebbe a szakaszban, ez egy hónapig tartó szakasza lesz a buszos zarándoklatoknak az időszaka, amikor gyakorlatilag minden vasárnap megyünk húsvét kivételével, mindig 3:48-kor indul a busz, megáll a Tesco-nál is, és gyakorlatilag a célpontok pedig, tehát az elsőnél április 2-án Fülek, Losonc, Gács, a másodiknál lesz április 16-án lesz Ipoly Hídvég, Tesmag, Ipolyság, Selmecbánya, tehát Selmecbánya lesz a végpont. A következőnél, a következő április 23-án lesz, ott elmegyünk az alsó Ipoly mentének a jobb parti oldalára, és végiggurulunk egészen hát Helenbára vagy bemegyünk, vagy nem, ahogy majd kijön, de mindenféleképpen Párkánynál még meg szeretném koszorúzni, a buszos zarándokokkal együtt természetesen Szobienszky János lengyel királynak a lovas szobrát, hiszen ő szabadította fel a Felvidék nagy részét és Balassagyarmatot is a törökök alól, és utána szeretném, hogyha fölmennénk Alsóbodokra Eszterházy Jánost is megnézni, hiszen ő is kapcsolódik a lengyelekhöz, mivel az édesanyja Elzbeta Tarnowskának hívták a hölgyet, ő lengyel volt, és ő mint tudjuk, ő a boldogavatási eljárás alatt áll, és a lengyeleknek, és a magyaroknak, és a szlovákoknak, és a cseheknek ez a közös boldoggávatott, és később majd a szentje valószínűleg. A negyedik túra az pedig a másik oldalán megy az Ipoly alsó szakaszának, és ott pedig szeretném, ha bemennénk két olyan helyre, amiben mindig kiesett nekünk. Az egyik az Nagybörzsöny, a másik pedig Márian Osztra, és utána pedig Esztergomba lenne a végpontunk. A következő, ami még áprilisban lesz, egy nagy túra lesz, és egy nagyon jelentős dolog az Ipoly túrarendszer történetében. Erdélyből jön egy 74 fős biciklis csapat Kolozsvárról, aki az Ipoly forrásánál fogunk velük találkozni, és végig fognak tekerni 3 nap alatt a teljes Ipoly túrarendszer 180 kilométeres szakaszán. Itt gyarmaton is meg fognak szállni, és hát a fő
fő irányvonala a dolognak az volt, ami miatt megkerestek engem, hogy szeretnék megnézni az első kerékpár múzeumot. Emiatt azzal a ha már megtisztelnek minket ezzel a nagyon jelentős dologgal, hát akkor kutya kötelességem, hogy a Bicikli Múzeum április 15-ére ki tudjon nyitni itt gyarmaton a Vármegyeházán. Lesznek egyéb túrák is. Lesz kerékpáros rövid túra, ami Nagyoroszi, Horpács, Érsekvadker, Dejtár, Ipoly-Pece, Dégely-Palánk útvonalon megy. Lesznek történeti és kulturális események. Lesz a Lengyel Freskó című könyvbemutatója Gál Vilmos barátunknak, aki írt ezt a könyvet a Palóc Múzeumban április 17-én, 17 vagy 18 órakor. És hát lesznek az előadások a laktanyák helyszínein, amit pedig a dr. Kocó József barátom, aki helytörténész és a témával foglalkozik, Vámos Mikolai, ő fog megtartani annak a függvényében, hogy az érintett települések hogy fogják őt meghívni. Lesz Ezer éves barátság címmel egy előadás dr. Molnár Imre részéről, nagy valószínűséggel Drégely-Palánkon. Lesz egy központi ünnepség, ami ennek az egész ünnepség sorozatnak a központi emléke lesz, vagy központi megemlékezési helye lesz. Itt szeretnénk egy emlékkövet felavatni, amit Lencsés Zsolt művészbarátunkkal próbálunk addigra összerakni. A Vámos Mikolán történt lengyelek segítése és a lengyelekkel való együttélés emlékére, ami igazán egy emlékmű lesz. És hát lesz az esemény sorozatnak egy záró ünnepsége, Ipoly Hidrégen egy ünnepi szentmisével, ahol már sikerült megbeszélnünk, hogy a ünnepi mise mellett egy nagyon ünnepélyesé szeretnénk tenni ezt az eseményt, és hát ennek az eseménynek a színvonalát a Szent Korona kórus fogja felemelni, ami egy nemzetközi minősítésű kórus itt a mi vidékünkön, Ipoly-Balogon. Nagyjából ez a lengyel eseménysorozat, és hát ehhez kapcsolódó, nem ehhez kapcsolódóan, de hát úgy érzem, hogy fontos, hogy tudjon róla a Ipoly völgyének a lakossága, hogy két évnyi munka után sikerült elérni azt, hogy a biciklis vándortáborok be fognak jönni az Ipoly völgyébe és Balassagyarmatra. Balassagyarmat lesz a végpontjuk. A nyári szünet ideje alatt a 25 fős biciklis vándortábor csapata fog megfordulni a városba, ami azt jelenti, hogy 650 olyan tinédzserkorú gyerek jön be a városba és a Bicikli Múzeum miatt és az Ipoly völgye miatt, aki nagy valószínűséggel nem volt még Nógrád megyében és nem volt még Balassagyarmaton. Azt gondolom, hogy több, talán 10 évnyi munkának az eredménye most fog megjelenni és most fog láthatóvá válni, és hát még az a jó hírem is van, hogy a polgármesterünkkel folytatott utolsó megbeszélés alapján megindul a városnak is a fölkészítése, fölkészülése a turizmusra, és hát úgy tudom, hogy áprilistól már dolgoznak a város megrendelésén, ami a város új arculati elemeinek a megtervezését jelenti, és megjelennek a turizmushoz kapcsolódó különböző dolgok a városba. Lesznek eligazító térképek, meg talán táblák és sok minden más, de erről majd a polgármester fog megfelelő időbe tájékoztatást adni. Hát ennyit szerettem volna mondani, ez egy fél évre szóló programunk, azt gondolom, hogy nem semmi.